Különös házasságra gyűlt össze Szombathely apraja nagyja a főtérre. Ez volt a vidám farsangi mulatság apropója. Az esemény csúcspontjaként a fiatal, szerelmes párt a Rönkön vitték körbe. Ezúttal Szombathely közepén mutatta meg magát a bolondos kompánia és a nagy napra készülő fiatal pár. Ahogy lenni kell, a szerelmesek végül egymásé lettek, senki nem állt meggondolatlan szándékok útjába. Aki csak tehette, velük mulatott a rögtönzött lagziban, tánccal, sok nevetéssel. Nagyon örülünk neki, mert egy élmény ez. Főleg a fiatalságnak. Mi már most is voltunk Gársakaráton, azelőtt voltunk Lukács házán, mindenhol ez ment. Vas megyében a farsangi hagyományokhoz tartozik a rönkhúzás. 1971-ben Katafán jegyezték fel a bemutatott darabot. A program szervezői szeretnék, hogy ne merüljön feledésbe ez a népszokás, amely az őrségben terjedt el. Az a célja ennek az egésznek, hogy ezek a pici gyerekek megismerjék azokat a szokásokat, amiket mi felnőttek fontosaknak tartunk, és ide erre a régióra jellemző. A Mesebolt Bábszínház, a Besovár Ernő Alapfokú Művészeti Iskola, illetve több száz általános iskolás diák vett részt a vidám télbúcsúztató farsangi mulatságon. Eléggé vicces volt, de valami komolyság is volt benne. A program előzményeként több iskolában is tartottak olyan drámapedagógiai órát, amelyen a farsang és a rönkhúzás is téma volt. Összesen ebből 27 foglalkozás, vagy hát előadás volt, megtanítottuk a gyerekeknek ezt a dalt, és akkor lehetett csinálni. Elmeséltem, hogy igen, ez az országosan, ez egy egyedülálló dolog, csak erre a térségre jellemző, ez a rönkhúzás, hogy miből áll, milyen szokások kapcsolódnak hozzá. A farsang búcsúztatása azért is időszerű, mert március 5-én, Hamvazó szerdán már kezdődik a nagy bőjt.